Egy másik jelentős kérdés foglalkoztatja most Dizsákváros közvéleményét. Jelesül a Kolontótól pár száz méterre van a regionális hulladék lerakónk, amit szeretnének bővíteni. Idáig 2020 évvel ezelőtt Mondok József polgármestersége alatt a város heves tiltakozására építették meg ezt a szemétlerakót. Akkor 19 település volt, aki ide szállította a szemetét. Jelen állás szerint 67 településről szeretnék idehozni most a hulladékot, és csak hogy érzékeltessük ennek a súlyát, ez a régi hulladék lerakó, ez 17 év alatt telt meg. Az új hulladék lerakó, szóval megduplázódik a hulladék lerakónknak a nagysága, az 8 év alatt fog megtelni. És egy csomó kérdést vett föl ez bennünk, hogy a jövőt illetően, hogy hogy lehet az, hogy Pest megye és Bács-Kiskun megye szemetét hozzánk szeretnénk szállítani, a fokozottan védett ökoszisztémával rendelkező Kolontótól szinte karnyújtásnyira, és a környezetvédelmi hatóság nem kért hatástanulmányi vizsgálatot ennek a szemétnek, a szeméttelepnek a bővítéséhez, ami kérdéseket vesz föl bennünk. A másik, ha 8 év alatt betelik ez a szeméttároló, ez a szeméthegy, akkor mi lesz ennek a sorsa? Izsák egy fontos ökoturisztikai útvonalon van, egy csomó turista útvonal van, és hát itt a védett Kolontó, ami fokozottan védett állatokon és növényvilággal van tele, nagyon aggódunk a sorsáért. Egy másik jelentős tényező még ebben a szeméttelep kérdésben, hogy a szeméttelep az mérges gázokat bocsát ki folyamatosan magából, úgynevezett depóniagázt, ami az egészségre ártalmas, és a nyugati szélirány az teljesen a városunkra hozza ezt a levegőt. És aggódunk az izsáki embereknek az egészségéért. És elhatároztuk, hogy ezekre a kérdésekre, hogy választ szeretnénk kapni, egy aláírásgyűjtő akcióba fogunk kezdeni a szeméttelepnek a bővítése ellen. És tisztelettel kérünk mindenki, mindegyik izsáki polgárt, aki a városáért és az egészségéért szeretne tenni, hogy csatlakozzon az aláírásával, és támogassa a petíciónkat jobb, élhetőbb és egy egészséges városért.